Hallottad? Még idén beköszönhet a békepárti időszak. Orbán Viktor fontos kijelentéseket tett a béke missziójáról. Én beszéltem mind a két féllel. Én vagyok az egyetlen Európában, aki mind a két féllel beszélt. A kormányfő azt mondta, hogy egyik fél sem akar békét. Szerinte egyesek azt várják a béke missziótól, hogy holnap majd nem lőnek már a felek. Ez azonban félreértés. Azért kell béke missziót csinálni, mert ha nincs béke misszió, folyamatosan eszkalálódik, kiterjed, fokozódik a háború, és egyre szörnyűbb veszteségeket fognak elszenvedni az ott élők. Meglátása szerint nem a felek lelkére kell beszélni, hanem közölni, hogy az egész világ békét akar. A kínaiak egyébként is békepárti állásponton vannak. Az amerikaiak most váltanak. Most háborúpárti elnök van. Ha jön a Trump elnök úr, akkor békepárti elnök lesz. Az már kettő a háromból. Már csak ránk van szükség az Európai Unióra. Orbán Viktor szerint a békemisszió azért van, hogy Európa sem maradjon le. November után békepárti korszak következik. Szerinted mikor lesz béke Oroszország és Ukrajna között? Írd meg kommentben!